Köszöntünk szépen mindenkit, ez a Hekkel Sulinak a 2024 átülési matiné kiadása. Köszönjük szépen a vendéglátónknak majd a helyszínt, meg a pizzát, ami majd hamarosan fog érkezni. Egyébként ez egy érdekes előadás lesz nagyon sok szempontból, ez olyan lesz, mint a kis dobozos sör, ez a termék, mint az a 4 decis. Mert hogy ez gyakorlatilag egy olyan előadás lesz, amiben mobilapp biztonságról fogunk beszélni, de olyan kicsit minden lesz benne. Tehát ez gyakorlatilag ez egy ilyen kétszer, két és fél napos tréningből lett összevagdosva, úgyhogy ez körülbelül beleférjen a pizza megérkezéséig hátra levő mondjuk egy óra tíz percbe. Úgyhogy ez egy érdekes pedagógiai kísérlet lesz. Nagyon kihívásokkal teli volt a dolog, hogy két platformról, demókkal, úgyhogy valami értelme is legyen a dolognak, hogy valamit tudjatok is hazavinni, összerakni ezt az egy órát, hát meglátjuk majd, hogy sikerült. Hogy egyértelmű legyen a dolog, itt van fönt két ilyen kis ikonka, az egyik az a zöld robot, a másik meg az iOS-es, mikor lesz egyértelmű, ezt mindenkinek a saját értelmezésére bízunk, hogy összerakja, hogy éppen miért, és mikor, és melyik szerepel fönt a szlájdokon. Jó, egyébként úgy fog kinézni maga az előadás, hogy alapvetően iOS-szel fogunk kezdeni, egész egyszerűen azért, mert egy csomó olyan dolgot fogok elmondani az iOS-nél, ami majd később az Androidnál is fontos lesz, de majd ezt úgy is fogjátok látni, tehát hogy az Android ez egy jóval tágabb, Android Security ez egy jóval tágabb téma, mint az iOS-es, éppen ezért a kisebbikkel fogunk először kezdeni. Magunkról annyit, hogy mi vagyunk a Hekkel Suli, tegye fel a kezét az, aki már benne van a Facebook csoportban. Nagyon jó. Aki még nincs, aznak mondom, hogy van egy Facebook csoportunk, hogy az a cím, hogy Hekkel Suli, és nagyon trükkös, mert három kérdésre kell megfelelni, hogyha felvételt szeretnétek nyerni. Ezek ékes magyar nyelven vannak feltéve, és azon a bonyolultsági szinten vannak, hogy szabad-e segítséget kérni ahhoz, hogy feltöljem a barátnőnk, vagy valaki más barátnőjének a Facebook fiókját. De most nem mondom el, mi a helyes válasz. Ezt mindenkinek a saját, hogy is mondjam, belső iránytűjére bízzuk, hogy ő erre mit válaszol, de a moderátoraink, amire nem jön válasz, és azt mondom, hogy újabban a troll válaszokat is elfogadjuk, legalábbis a kellő, ami mosolyunk, azt elfogadjuk. Ami nincs válasz, azt többnyire elutasítjuk, de ezúton is üzenem a próbálkozóknak, hogy nyugodtan lehet újraindítani, tehát semmi személyes dolog nincs benne, jelentkezzenek legközelebb, és akkor utána, ha válaszolnak, akkor be is engedjük őket. Jó, akkor ugorjunk is bele a mobilapp security fantasztikus világába. Tehát alapvetően az iOS-szel fogunk kezdeni. Ki az, akinek iPhone-ja van, tegye fel a kezét. Ellenpróba, ki az, akinek Android-ja van, nekem van mindenki. Nagyon jó. Na, hát van, azért van átfedés, tehát azt látjuk, hogy szerencsére ki az, aki nyomógombos Nokia-val nyomul. Nekem volt egy fogadásom pár éve, és hát elbuktam, és az volt a fogadásnak a tárgya, hogy fél évig egy kis nyomogatós Nokia-m lesz, tehát hogy le kell tenni, volt akkor már egy iPhone-om, és egészen kinyílt a világ. Ajánlom mindenkinek egy nagyon érdekes kis szociális kísérletet. Például van egy papírtérkép, emberektől meg lehet kérdezni, hogy mi hol van. Tehát, hogy nem csak, tehát van illet a Facebook Messengeren túl, tehát egy nagyon érdekes kis tudattágítási kísérlet, hogy nem kell sok pár hónap, utána teljesen más lesz, meg nem kell töltögetni, tehát egy két hétig kibír egy tölt. Tehát ezek ilyen skifi dolgok, de emészszük, hogy van ilyen is. Na, iOS. Most elég sok minden történik a Apple-nek, meg az iOS-nek, meg a különféle bíróságoknak a házatáján. Ezt most előre hagyjuk, hogy konkrétan ezeknek hol fognak kifutni a következményeik. Minden esetre az Apple ez egy eléggé érdekes hozzáállást követő vendor, ugyanis nagyon szigorúan áll az iOS-hez, meg az iOS-nek a mindenféle biztonsági dolgaihoz. Ez most konkrétan azt jelenti, hogy az Apple az, ami gyakorlatilag meghatározza azt, hogy te, mint user, mit telepíthetsz a telefonodra, legyen az oprendszer verzió, vagy konkrét alkalmazás. És ugye most vannak ezek a új dolgok, hogy sideloading, az most engedélyezve van, eddig is volt csöndbe jegyzem, mert csak nem kapott ekkora autoritást. És az van, hogy most is továbbra is az Apple-nek kell minden egyes alkalmazást, amit föl lehet tenni egy telefonra. Jóvá, hogy ez nem változott, tehát az a fajta vadnyugat, ami Androidon van, az nem lesz. Tehát azt nyilvánvalóan
Szerintem bölcsen teszik, hogy ezt a dolgot meg akarják védeni, de ez innentől kezdve eléggé véleményes, mert azért eléggé csúnyán vissza is szoktak élni ezzel a monopól helyzettel az Apple-ék. Na most maga az Apple az egy érdekes monopól helyzetben van, ugyanis nem csak a oprendszer, meg az API, meg a hardware fölött van teljes kontroll, hanem ők gyártatják, vagy gyártják magát a hardvert, amin az oprendszer fut. És az összes külső szolgáltatást, úgy mint például az iCloud, a Push Notification Network, az iMessage, meg minden egyéb ilyen dolog, azt ők üzemeltetik, ők fejlesztik, ők tartják karban, és gyakorlatilag végeredményben minden dolog, amit iPhone-on csinálunk, az Apple-höz fut be, és ezt nem is nagyon akarják megváltoztatni. Nyilván ugye az európai, meg kicsit régebben az amerikai törvényhozóknak ez nem nagyon tetszik, és akkor én mindenféle antitrust pereket akasztottak az Apple nyakába, és akkor ugye ennek volt egy olyan hozománya, hogy először a iPhone 15-től lett USB-C kábel, hát nem teljesen proprietary, de mondjuk azt, hogy az Apple specifikus Thunderbolt helyett lett a USB-C most a 15-es iPhone-on, és most az a mondás, hogy ki kell nyitniuk a payment rendszerüket, tehát az van, hogy eddig csak az Apple Pay-en keresztül lehetett in-app purchase dolgokat csinálni iOS-es alkalmazásokban, most már lehet másként is. Aztán az Apple az amúgy, ahogy kitalálta ezt a new policy, vagy new, most tudom milyen szerződési feltételeket, amivel fejlesztőként föl tudsz iratkozni alternatív payment processzorokra. Hát mondjuk azt, hogy ez minden csak se nem könnyű, se nem egyszerű, és se nem olcsó. Úgyhogy mondjuk azt, hogy hatalmas középső ujja Európai Uniós döntéshozóknak, amivel az Apple megcsinálta azt, hogy jó, hát srácok, itt van, de semmilyen épeszű ember nem fogja ezt használni a mi payment rendszerünkön kívül. Jó. Tovább. Na beszéljünk, ez volt politika eddig, beszéljünk most konkrétan az iOS-ról, mint oprendszerről. Tehát, hogy az iOS az egy full 64 bites oprendszer, ez nem volt mindig így. Ez a iPhone 5-es shell lett egy nagy architektúra váltás. Az előtti telefonok azok 32 bites processzorokkal, meg 32 bites architektúrával ketyegtek. iPhone 5-es óta 64 biten van minden. Nagyon-nagyon sok restrikció van érvényben abban a tekintetben, hogy egy alkalmazásnak mit szabad, meg mit nem szabad csinálnia. Gyakorlatilag azt mondom, hogy az egyik legbiztonságosabb, vagy legtöbb biztonsági funkcióval felszerelt fogyasztói termék, mondjuk így az iOS, meg minden olyan eszköz, ami iOS tud futtatni egyenesen, tipikusan iPhone-ok, iPad-ek. Erről majd fogunk beszélni, hogy miért. De alapvetően az a legfontosabb, hogy az Apple ugye az előző szlájdokon mondtuk, hogy felügyeli és meghatározza, hogy mi kerül hardware szinten bele az eszközbe. Emiatt nagyon jól összetudják kötni a különféle hardware feature-öket az oprendszernek a különböző beállításával és különböző biztonsági funkcióival. Na most kicsit előre dobva a labdát, a Google Androidon nem ezt csinálja, tehát hogy ott gyakorlatilag ő így udvariasan tud kérni a hardware gyártóktól, hogy sok-sok millió dollárért fejlesztenek kriptócsipet, és a hardware gyártók meg azt mondják, hogy nah, inkább ne. Inkább mondjuk azt, hogy nem akarunk. Csináljátok úgy, mint eddig, és ugye azt majd fogjuk látni, hogy ez egy elég komoly különbség itt a két platform biztonsági dolgainak tekintetében. Az iOS alapvetően, ahogy mondtuk, ez egy nagyon jól összezárt és nagyon szorosan irányított alkalmazás ökoszisztéma, mondjuk így, ugyanis nem lehet semmilyen appot telepíteni egy teljesen általános eszközre, csak olyat, amit az Apple írt alá és ütötte rá a szentséges pecsétjét. Na most ki az, aki már fejlesztett iOS-es appot, mondjuk így, és ki az, aki fel is küldte az App Store-ba? Az már jó, akkor vannak jó páran. Szóval hogy ennek az a folyamata, hogy megveszed a kis fejlesztői szertifikétedet, azt hiszem ez 99 dodó egy évre, szerintem 2018 óta már nem kell az, hogy legyen fizetett fejlesztői accountot, hogyha fizikai eszközön akarsz futtatni, azelőtt kellett. Most sima iCloud-os accounttal lehet azt mondani, hogy egy hétig érvényes fejlesztői certet kérni, és ez nagyon jó, ezt majd fogok beszélni arról, hogy ez miért jó, mire lehet használni. Mindenesetre az történik, hogy az ember ezt, amikor elkészül az alkalmazás, szépen ketyeg minden, akkor elküldi az Apple-nek. Nem is feltétlenül magát a forráskódot, hanem egy ilyen előre megfordított, kicsit le
gyalult verzióját a kódnak, és hogyha az Apple-nek a check-én átmegy, akkor fog kikerülni az App Store-ba. Na most az, hogy konkrétan mi történik ezen a check-en, azt nem nagyon tudjuk, azt nem publikálják, nyilván fejlődnek, meg sok-sok dolog változik ebben a folyamatban is, de azt lehet tudni, hogy valamiféle sandbox környezetben futtatják az alkalmazást, és akkor utána ez alapján döntik el, hogy például használ, milyen dolgokat csinál az alkalmazás, illetve hogy használ-e olyan API hívásokat, amikre az adott fejlesztő mondjuk nem fizetett elő. Tehát az Apple-nek vannak ilyen nagyon vicces dolgai, hogy az iOS API-nak csak egy része az, ami ingyenes, egy pár izgalmasabb dologért külön kell fizetni. Na. Beszélgessünk kicsit a jailbreak-ről. Tehát ugye készeknek volt, vagy van jailbreak-el telefonja. Fölteszem a kezem. Jó, jóan kevesebben vannak. Tehát alapvetően a jailbreak ez egy olyan állat, ami lehetővé teszi azt, hogy rootként férjünk hozzá a mobil eszközünkhöz. Na most van ennek egy csodálatos oldal, amit mindjárt is mutatok nektek, hogy ez hogy lehet megnézni, mire van jailbreak, vagy mire nincs. Ha rákerestek arra, hogy van-e jailbreak a valamire, vagy beírjátok a Facebookon a megfelelő csoportba, hogy sziasztok, van-e jailbreak a XY iOS verzió telefon kombóra, akkor az egy ilyen nagyon érdekes oldal, mondjuk, hogyha megkérdezik a Twitteren, hogy sziasztok, hogy kell beállítani a kriptóval a temet, és egyből jönnek a botok, akik nagyon készségesen segítenek nektek abba, hogy hogyan utaljátok a csalóknak rengeteg pénzt. Na, de komolyra fordítva a szót, a technika mai állása ma dél, szóval amikor legutóbb néztem. Az alapján gyakorlatilag, hogy ezek a processzor generációk, amik itt látunk fönt a tetején, ezekben itt vannak a különböző security feature-ök, és ugye ahogy haladunk előre az időben, látjuk, hogy egyre több zöld pipa van. A A10-es, A11-es, az a 8-as, meg az X, vagy iPhone 10, nem tudom, magyarul, hogy kell, hogy mondani. Ebben a két telefonban van olyan proci, amire van jailbreak. Tehát az ott sem mindenre, azt hiszem 16 pont, valami pont valamire van jailbreak. Tehát nekem pont van itt egy 8-as iPhone-om, amiben pont az a verzió van, ami jailbreakelhető, úgyhogy én nagyon szépen meg is jailbreakeltem, és majd mutatok is nektek dolgokat vele. Hogy mik ezek a konkrét dolgok, amik itt vannak az oldalán, erre most nagyon sokat tudnék beszélni, de inkább nem akarok, annál is inkább, hogy ezt a képet én szégyentelenül az Apple-nek a honlapjáról loptam, tehát van egy ilyen iOS Security Guide nevű aloldaluk, úgyhogy rákerestek a Google-ba, akkor megtaláljátok, és akkor ott én nagyon részletesen le van írva, hogy melyik processzorban milyen biztonsági feature-ök vannak, és melyik mit jelent, és mi ellen véd. Jó, na beszéljünk egy kicsit a Secure Enclave-ra, ami egy nagyon érdekes dolog, tehát azt szerintem az egyik legfontosabb biztonsági feature bármilyen iOS-es eszközben. Tehát a Secure Enclave az gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy ilyen számítógép a számítógépben, System on a Chip jellegű megoldásban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez egy TPM, vagy Trusted Processing Module iskolának az egyik zászlós hajója. Ez Apple-nek a saját fejlesztése. És gyakorlatilag úgy lehet elképzelni, hogy egy saját számít, egy kis számítógép a telefonba beleágyazva, saját áramellátással, CPU-val, RAM-mal, ROM-mal, memóriával, regiszterekkel, megszakításkezeléssel és minden ilyesmivel. És alapvetően az a legfontosabb célja, hogy kriptográfiai műveleteket csináljon nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ebben a Secure Enclave-ben hardveresen van előkészítve egy csomó kriptográfiai műveletnek a hardveres kialakítása. Emiatt például tud olyan feature-öket az iOS, hogy minden memória modul, vagy memória lap, ami a memóriában van, azok enkriptálva vannak. Ezt mindjárt is mutatom, hogy ez hogy néz ki. A következő szlájdon le van rajzolva egy architektúra ábrán, hogy hol is lakik a Secure Enclave, a proci meg a memória között gyakorlatilag ez a spoiler benne. És gyakorlatilag on the fly enkriptálja, dekriptálja a teljes memória tartalmat, ami azért nem olyan szar. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó feature, tehát ilyen nem katonai célú eszközökben ez volt az első ilyen kialakítás, amennyire tudom. Aztán persze nyilván, hogyha valaki már gyártott korábban ehhez hasonló dolgokat, azt legalábbis nem boltban megvásárolható, bárki által használható eszközök formájában tette. Maga a Secure Enclave az a forráskódját, amit futtat, vagy a firmware-ét, amit futtat, az nem, neki nincs saját
memóriája, vagy van saját memóriája, de nem úgy van, hogy neki van egy oprendszer, amit futtat, hanem a fő oprendszer image-ből szedik ki. Tehát, hogyha leszeditek az ipsw.me oldalról valamelyik iOS verzióhoz tartozó firmware image-et, ez egy ilyen jó pár gigás IPSV. Az egy elég komoly varázslás, hogy ezt kinyissátok, de az a lényeg, hogy megvan egy file, ami enkriptálva van, ez egy jó nagy blob, és azt tartalmazza enkriptálva a Secure Enclave-nek az oprendszerét. És magának az oprendszernek a blobját, ami kulcs nyitja, az bele van gyógyítva gyakorlatilag hardveresen az eszközökbe. És a kulcsok egyébként kilíkelődtek 2017-ben, tehát egy nagyon régi Secure Enclave firmware verzió, az mondom, vagy GitHubon, vagy valahol elérhető, mert ugye elkezdték reverse-ölni. És van egy nagyon-nagyon jó előadás, a 2016-os Black Hat-en volt, az a cím, hogy Demystifying the Secure Enclave Processor című cucc. Ez egy ilyen nagy klasszikus, tehát ezt az általában szokták az emberek ismerni, mert nem sok minden, nem sok kutatás van a Secure Enclave-vel kapcsolatban, ami publikussá vált, ez egy olyan van hozzá, white paper, minden érdemes megnézni. Na, amit tud a Secure Enclave, az az, hogy a kulcsok maguk soha nem hagyják el az eszközt, és hogy a gépháztető alatt a Secure Enclave van használva egy csomó-csomó dologhoz, például a keychainhez, a full descriptos enginehez, a Touch ID, Face ID is a Secure Enclave-on keresztül működik, stb. Ezért van az, hogy az újabb iPhone-okban például már nem lehet előlapi kamerát vagy ujjlenyomatolvasó szenzort cserélni, mert csak az Apple tudja, mert ugye össze vannak, amikor legyártják az eszközt, akkor van egy ilyen kriptográfiai kulcscsere dolog, hogy össze van gyakorlatilag párosztatva az alkatrészek, és hogyha kicseréled például az előlapi kamerát, akkor az a kulcs az már nem fog stimmelni, és akkor jó esetben nem fog működni a Face ID, vagy a Touch ID, hogyha éppen olyan az eszközed. Most nyilván persze erre ez sokféle szempontból lehet nézni, lehet azt mondani, hogy az Apple az a javíthatóságot szeretné ezzel megakadályozni, nem szeretnék állást foglalni. Minden esetre ennek van egy műszaki magyarázata, hogy miért nem lehet csak úgy kicserélni mondjuk a előlapi kamerát egy újabb iPhone-ban, és az ez. Jó, na, itt van a Secure Enclave, hogy néz ki. Tehát gyakorlatilag itt próbálok mutogatni nektek, és nincs egérkúzor, ami. Jaj, de jó. Tehát azt látjuk, hogy a Secure Enclave az lényegében a application processor, ami ez a, jaj, nem látok semmit mi, tehát ez az application processor, és itt van a Secure Enclave, tehát gyakorlatilag e között van, itt van ez itt a memória, és gyakorlatilag amikor a proci szeretne a memóriából olvasni, akkor ez a Secure Enclave-on keresztül teszi, ami enkriptál-dekriptál útközben, tehát ez egy nagyon-nagyon vidám dolog. Jó, na, akkor most ugorva egyet, beszélgessünk arról, hogy milyen tipikus alkalmazás biztonsági problémák szoknak lenni iOS-es alkalmazásokban. És itt most igyekszem majd lehetőleg kevésbé száraz dolgokat mondani, és hoztam egy jó pár sztorit, ezek közül egy része az Androidon is, meg iOS-en is lesz, tehát hogy azt majd jelzem, hogy melyik az, ami kimondottan Android vagy iOS specifikus. Na, van egy ilyen teljesen önkényes felosztása ennek az egész kérdéskörnek, hogy egy alkalmazás, hogy Androidon, iOS-en mit tárol. Ez az én elmeszüleményem, de igazából egészen jól tud működni. Tehát alapvetően ugye az első kupacnyi adat az az, hogy amit tároz az alkalmazásunk, az, hogy mi az, amit ő akar tárolni. Tehát mi az, ami benne van a telepítőben, mi az, amiről a fejlesztők tudják, hogy létre kell hozniuk, le kell tenniük a sandboxba, a keychainre, ha már iOS-ról beszélünk. Mik azok a dolgok, amik mondjuk, mit tudom én, a resource-okból jönnek, bármi. Tehát itt most nagyon sok mindenre lehet gondolni, tehát minden, ami kell az alkalmazásnak a működéséhez. Aztán van a második kupac, ami az, hogy ugye az alkalmazásunk az nem önmagában van, tehát ez nem a légüres semmiben létezik, hanem egy csomó framework-ot használ, amit az oprendszer ad neki. Most ezek a framework-ok, ezek önmagukban is gyakorlatilag meg vannak szólítva, például amikor az NSURL framework-ot használjuk, az ugye egy kvázi frontend, vagy a kvázi egy Safari engine-t hív meg a gépháztető alatt, és akkor azzal tudunk például HTML, vagy HTTP végpontokat meghívni, meg dolgokat letölteni, és akkor ugye, mint minden jól nevelt böngésző, ő neki van cache, ahol a cookie-kat tárolja, vagy ha HTTP cache-t valahol tárolnia kell, stb. Tehát ezek mind, amikor a alkalmazásunk ketyeg, akkor ez mind képződik, úgymond a sandboxba.
Ugyanígy ide tartoznak például a logok, helyi logok, NS logok, stb. Bármi olyan, amit az alkalmazásunk logolni próbál. Aztán ez az, amiről nagyjából még szoknak tudni a fejlesztők. És akkor van a harmadik kupac, amiről meg aztán nagyon nem. Ami az, hogyha mondjuk van valami analitika SDK behúzva az alkalmazásban, mint egy dependency, akkor amikor ő ugye elindul, akkor az alkalmazás elindulásakor egy csomó minden inicializálódik, például betöltődnek azok a dilibek, vagy külső frameworkök, amiket az alkalmazás dependency-ként behúz magának. És például van erre egy nagyon jó előadás, hogy ha használjuk a Facebooknak bármilyen analitikai SDK-ját, tehát ugye a Facebooknak nem csak annyi van, hogy lájkolni lehet, meg nem tudom, be lehet lépni a Facebookba, meg mit tudom én, OAuth 2 providerként tud működni, hanem mondjuk van például egy egész jó analitikai SDK-ja, amivel nem csak weboldalaknak a működését lehet nézegetni, hanem azt is, hogy a userjeit hogyan használják a mobil alkalmazásodat. Na most ebben az esetben is trackkeli a Facebook a usert. És akkor ugye az a biztos az egészben, hogy ebben a megokolásban, ez egy nagyon érdekes dolog, amikor pentesztelünk egy appot, akkor megnézzük a dependency-ket, amik tartoznak hozzá, és ez nagyon fontos kérdés, hogy mondjuk az adott alkalmazás, az mennyire oké az, hogy Facebook trackkeli a usert. Tehát nyilván ez alkalmazástól függ, de mondjuk egy mobil app, vagy egy mobilbanki alkalmazás esetében ez nem feltétlenül szerencsés. És kint volt egy pentesztünk, amiben az volt az egyik legkomolyabb issue, hogy volt egy nagy magyar bank, aminek teszteltük a mobil alkalmazását, és használtak egy analitikai SDK-t, ami nagyon-nagyon részletesen nyilván tartott, hogy a user merre mászkál az alkalmazásban, vagy milyen inputokat ad be. És akkor erről egy ilyen szép targézében összerakott logfile képződött folyamatosan a sandboxban, és ezt időről időre ez elküldte a adott analitikai SDK szolgáltatónak. És akkor nyilván ugye akkoriban még száf volt, tehát ez érzékeljük, hogy milyen régi történet. Minden esetre volt egy ilyen követelmény az adott pénzintézeti, nem tudom, alkalmazásokkal kapcsolatban, hogy a banktitok megőrzéséért az adott banknak mindent meg kell tennie. És akkor ez ugye beleértve azt is, hogy a mobil alkalmazásból nem szivároghat ki mondjuk például olyan analitikai SDK cégekhez semmi a user tevékenységéről. És akkor nyilván ez volt egy nagyon komoly finding, hogy ezt nagyon gyorsan szedjék ki, mielőtt ezt kitolják a gyárkapun, mert ezért nagyon csúnya bírságot fognak kapni, hogyha ez kitudódik. Jó, szóval, hogy ez önmagában egy érdekes kérdés, hogy itt szokott lenni a nagy csoki, tehát itt vannak a nagyon izgi dolgok, vagy remélem, hogy lesz idő majd mutogatni még egy pár dolgot. Na, ami az alkalmazás bundle-ben van, az alkalmazásnak a csomagában van. Ez egy nagy klasszikus téma, ezt már sok embernek sokszor elmondtam, már elnézést azoktól, akik ezt már hallották többször is. Minden esetre ez egy Donald Trump szupportereknek szóló online dating alkalmazás, ezt Isten se tudja, hogy miért kell, de van. Minden esetre ez egy React Native App, aminek van egy Firebase backendje, és ugye azt a megoldást választották a fejlesztők, hogy ők nem akarnak saját API végpontot üzemeltetni. Éppen ezért, hát mit volt mit tenni, gyakorlatilag belegyógyították a Firebase-hez tartozó kulcsokat, a API key-eket az alkalmazásnak a binárisába. És hát innentől ki lehet találni, hogy ha szétszedted a binárist, kiszedted a kipiszkáltad belőle. Jó, ez most éppen a Androidos abban volt, de iOS-os abban is ugyanúgy benne volt. Szóval, hogy onnantól kezdve viszont nagyon szépen le lehetett kérni a teljes adatbázist, mi ahogy van adminként csatlakoztál hozzá. Tehát ez mit is lehetne erre mondani, ez nem volt bölcs. Minden esetre, egyébként van egy Darknet Diaries epizód, amiben ezt beszélnek, nem tudom melyik, ezt majd megkeressük. Pont nem látok semmit. Igen, tehát így néz ki, amikor a megfelelő API kulcssal lekéritek a ezt a Firebase végpontot, és gyakorlatilag ki lehet dumpolni egy teljes adatbázist, az összes user üzenettel, mindenféle franccal együtt. Szóval ugye ez nem volt egy szerencsés dolog. Szóval hogy az a baj, hogy pont nem látszik semmi belőle. Minden esetre iOS-os alkalmazásoknál ez egy érdekes dolog, hogy akkor, amikor le van fordítva egy alkalmazás, ugye akkor van egy binárisa, az egy darab binális, ami végrehajtódik, meg egy csomó dilib, ami mellette van. Most az Xcode-ba elvileg be lehet kapcsolni azt, hogy strippelje a benne lévő metainformációkat, viszont vannak dolgok, amiket nem lehet kistrippelni, például
a fájloknak, tehát a forrásfájloknak a nevei, ezek mindenképpen bele fognak kerülni a binárisba, és nem tud, egyszerűen nem lehet kikapcsolni. Ez valamiért így van, Mac-es, meg iOS-os binárisokban ez így van. Tehát gyakorlatilag, hogyha csináltok egy ilyet, hogy nyomtok a binárison egy stringset, és rágrepeltek arra, hogy per users, akkor nagyon jól lehet látni, hogy ki fordította és milyen módon a alkalmazást. Például én most hoztam is nektek egy nagyon aranyos appot, ami meg is mutatom, hogy hol van. CS per Next SD per előadás CD iOS. Nem látok semmit, ugye? Akkor mi egy kicsit nagyítunk rajta. Szóval az egyik nagy magyarországi banknak a állítólagos, lehet, hogy az övék, lehet, hogy nem. Mindenesetre csinálunk egy ilyet, hogy strings, és már van web. Nem tudok gépelni, ha ennyien néztek. Nekem ez így, hogy van, aki pisil, de nem tud én gépelni. Na? Na. Hát itt van az úriembernek a neve, aki fordította. Tehát ez most... nyilván ez vicces, tehát ez önmagában nem egy nagy tűz, tehát általában, amikor csinálunk iOS-es app penteszteket, akkor általában ez ilyen low risk findingként van föltüntetve. Viszont, ha mondjuk egy crypto wallet alkalmazás, vagy valami kicsit izgibb app támadásának szempontjából ez egy érdekes belépési pont lehet. Most nem akarok, meg nem akarom megint a kedvenc egyik nagy magyarországi ismert startupunkat előhozni, ahol úgy állítólag úgy történt a biztonsági incidens, hogy egy alkalmazottjukat social engineer-jelták meg. Tehát ez például egy lehetőség ebbe az irányba. Jó, ez nagyon vicces, ezt már is tudjátok olvasni. Ki tudja, ez ugyanannak az alkalmazásnak a binár, ez egy régebbi verziói binár is. Ki az, aki kiszúrja a... Igen, és ez konkrétan benne volt, ez még, aki már régebb óta a hackersúli csoportban van, ezt kiraktam, ez nagyon vicces volt, ennek annyira megörültem ennek a findingnak, de már nincs, egyébként sajnos már néztem, ale kiszedték belőle. Ja. De Zoli, azt mondja, Zoli egy brit tudósok által végzett kutatásra hivatkozik, miszerint a kódminőség egyértelmű metrikája, hány darab csúnya szó van benne. Jó, én hiszek neked, Zoli. Az enyémekben biztosan rengeteg van. Jó, következő. Ezt azért beszélünk ennyit erről, mert az Androidnál is ugyanúgy van, tehát, hogy ez most szerencsére kicsit mindenre van. Aztán ugyanígy ennek az alkalmazásnak a fájai között találunk rengeteg teszt dolgot, ami ott van benne. Teszteltem egy mobilappot egy nagy svájci pénzintézethez tartozó ügyfeleknek szánt ilyen mobilbanki alkalmazás volt, és találtunk benne hitelkártya számokat, amik mint kiderült, nyilván nem próbáltuk ki őket, hogy Amazonon lehet-e velük vásárolni, lehetett volna, de az volt, hogy 3 hitelkártya szám volt, az egyik annyit tudott, hogy mindig mindenre tetszőleges terhelésre elfogadta. A következő az volt, hogy tetszőleges terhelésre CVV errort adott, a másik meg az, hogy még valami másik hibával dobta el. Tehát gyakorlatilag ezek voltak azok a teszt hitelkártya számunk, amikor a fejlesztők teszteltek, és valami jó ötletnek tűnt betenni az alkalmazás binárisába. Nem bölcs, nem bölcs. Jó, akkor menjünk tovább. Abban a tekintetben, hogy egy alkalmazásban mi van, tehát ezzel most beszélgettünk a legelső, legalapvetőbb dolgokról, az alkalmazás telepítőjében, meg a binárisában milyen dolgokat lehet bele gyógyítani, illetve hogyha esetleg bug bounty-tok, vagy ne adj Isten bármilyen más módon próbáltok mobilappokat hackelni, akkor ez egy érdekes, meg izgalmas terület, hogy végignézzük, hogy mi van az alkalmazásnak a telepítőjében. Beszéljünk kicsit most arról, hogy az alkalmazások, amikor futnak, akkor milyen módon használják a sandboxot, meg a saját maguk által létrehozott fájlok lehetőségét. iOS-en az egy zseniális dolog, ez az egy legkirályabb feature-je a platformnak, hogy alapból van full deskriptó, tehát hogy nem tud nem lenni. Tehát ez nem egy bekapcsolható opcionális dolog, hanem ez mindig van, és pont, és a Secure Enclave-ot használja, és
így külön direktben nem nagyon, vagy nem hallottam még olyanról, hogy publikusan lenne exploit arra, hogy egy iOS-es eszközt úgy, hogy nem tudunk róla semmit, tehát nem tudjuk se a PIN-t, se semmi mást, valahogyan ki lehetne nyitni, és ki lehetne pumpálni az adattartalmát. És olyannyira igaz ez, hogyha megnézitek, van például az Elmsoft, vagy Elcomsoft, valami ilyesmi nevű cég, ami gyakorlatilag ilyen forenzik túlokat gyárt, és mint az Enkész, csak valami oroszok. És nem tudom, hogy kettők léteznek még, vagy most ugye a háború kirobbanás óta használhatóak-e a termékeik, mindesetre a honlapjuk még él. És azért mondanak dolgokat, hogy hát régebbi eszközökön tudnak valami lokális varázslással tudnak ezt azt bypassolni, de a legtöbb ilyen eszköz az úgy indul, hogy tudnod kell a pint, amivel a user kinyitja a kép, ezt a 6 vagy 8 vagy akárhány karakterű számjegyes dolgot, amit a user használ, hogy kinyissa a képernyőt. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez hogy is működik. Na, tehát ez megint csak az Apple-nek a hivatalos dokumentációjából van lopva. Tehát ugye az van, hogy minden iOS-es eszközt, amikor inicializálsz, akkor neki lesz egy passzkód kulcsa, mert ugye kér egy pint, hogy üsd be. Valahogyan meg lehet csinálni, hogy PIN nélkül is inicializálható az eszköz, de nagyon kell tornázni, hogy hagyja. Tehát mondjuk azt, hogy a piacon lévő eszközöknek a 99%-án lesz PIN. Főleg azért, mert nem is nagyon kell mindig beütni, mert mióta van Face ID, azóta gyakorlatilag transzparens az egész. Tehát ebből generálódik egy passcode key nevű kulcs. Ugyanúgy van egy hardware-es kulcs, ami meg az eszközbe van belesütve, amikor a motherboardot előállítják. Amikor először bebootoljuk az eszközt, és akkor be kell mindenféle dolgot állítani, akkor ő sorsol magának egy File System kulcs nevű állatot, és ez a három forrása van gyakorlatilag az entrópiának, és minden file az ezekkel a kulcsokkal van titkosítva, illetve minden file külön kulcsa van titkosítva, csak a kulcsok maguk egy ilyen meta részen vannak eltárolva a file mellett. Tehát maga a file tartalom az enkriptált, és mellette van egy ilyen kis vékony meta adattároló, amiben a file-t nyitó AES kulcs van enkriptálva. És ami ezeket a kulcsokat nyitja, az különféle policy-k határozzák meg, hogy mikor hozzáférhető és mikor nem. De alapvetően mindegyikhez kell a hardware kulcs, meg kell a passcode key. Ez azt jelenti, hogy még hogyha le is lopjuk mondjuk DD-vel, vagy akárhogyan egy eszközről az enkriptált adattartalmat, nem fogjuk tudni kinyitni, ugyanis gyakorlatilag brute force-olni kell az egész AES kulcskészletet, ugyanis a hardware kulcsot elvileg nem lehet kipiszkálni az eszközből, meg nem lehet felülírni, meg nem lehet semmilyen módon hozzáférni. Legalábbis nem tudunk róla, hogy lenne erre valamilyen publikus módszer. A passcode kulcs az meg úgy van ellenőrizve, hogy amikor a user beüti a passzkódját, akkor a Secure Enclave az, ami feldolgozza ezt a beütött passzkódot, és ebből az következik, hogy a Secure Enclave tartja nyilván, hogy hányszor rontott el a user. Tehát nem tudom, valaki próbálgatta-e már a iPhone-ján a passzkódot, hogy elrontja néhányszor, és ugye az van, hogy az első hármat vagy négyet aztán talán egyből be lehet lőni, utána azt mondom, hogy 1 percet kell várja, utána 5 percet, utána 1 órát, és akkor így azt mondom, a tizedik, az azt mondom, hogy valami 1 napot kell talán várni vele. De az a lényeg, hogy nem működnek azok a varázslások, hogy lemerítjük az eszközt, és akkor reszeteli, mert elfelejti, hogy hány volt, minden, mert a Secure Enclave az, ami ezt az egészet nyilván tartja, és ez úgy nagyon okosan van megcsinálva. Jó, na. Tehát mindennel együtt, ugye a sandbox az egy nagyon fontos része, tehát minden alkalmazásnak, amikor föltelepülés elindul, akkor van egy ilyen kis adatterülete, ahol tud írni, meg mindenféle dolgokat oda le tud tenni. Na most egy alkalmazás számára tilos kinyúlni a sandboxból, tehát nyilván egyrésztről van egy csomó kernel szintű védelem erre, tehát hogy mondjuk elvileg van olyan, tehát nagyon régi API-k is elérhetőek az iOS API-ban, tehát mondjuk ez a sima C-s open függvény, amivel elvileg egy file nevet megadsz neki, és akkor ki lehet nyitni. Na most az nem fog működni, ugyanis a maga a kernel nem engedi, hogy kinyúj az alkalmazásoddal a sandboxból. Plusz hozzájön ehhez az is, hogy az Apple maga megellenőriz minden alkalmazást, ami kikerül az App Store-ba. Emiatt viszont, hogyha olyan dőrességet próbálnál, hogy a sandboxból akarsz kinyúlkálni, akkor biztos, hogy nem fogsz átmenni az App Store review-n. Maga a
A sandbox az a itt van ebben a VAR Containers Bundle Application könyvtárban, vagy az alkalmazások pinálisai. A sandboxok meg ebben a másikban vannak, ez gyorsan meg is mutatom, hogy hogy néz ki, ha már hoztam nektek egy iPhone-t, ami jailbreak-elve van. Itt vagyunk rá gyakorlatilag a belses házba, tehát azt mondjuk, hogy unavel minusz az. Itt vagyunk, és akkor per var mobile, és akkor ez, ja, var mobile, containers data application, containers, nem, data application. És akkor itt vannak ugye ezek a sorsolt nevek, amiket a installer framework csinál, amikor felraksz egy alkalmazást, és akkor nézzük, hogy itt mik vannak. Tehát gyakorlatilag minden ilyen iOS-es sandbox az nagyjából így néz ki, és ugyanazok vannak mindegyikben. Tehát a dokumentben vannak azok a dolgok, amiket az alkalmazás saját magának csinál, a fejlesztő direkt hozzák létre, tehát az, ami persistens, és például az iCloud backupokba belekerül. Aztán a library az, ami automatikusan képződik, a TMP, az meg olyan jellegű dolgokat tartalmaz, amik nagyon rövid ideig léteznek, tehát általában, hogyha bejössz ide, akkor többnyire üres szokott lenni ennek a tartalma. Jó, menjünk tovább. Igen, akkor beszélt, tehát iOS és alkalmazások tesztelésénél ez egy érdekes kérdés, hogy hogy tudunk hozzáférni a sandboxokhoz. Hisz beszéltünk arra, hogy ez nagyon szigorúan ellenőrzött dolog, tehát hogy ott azért nagyon sok dolog van, ami megakadályozza azt, hogy csak úgy hozzá lehessen férni egy alkalmazásnak a sandboxához. Tehát mondok kettőt, például lokál meg iCloud backupok. Ezek biztosan olyanok, hogy egy része legalábbis a sandboxnak ki fog menni az eszközről, és innentől kezdve a usernek az iCloud biztonsági beállításai azok, amik meghatározzák, hogy mennyire van biztonságban az adott alkalmazásoknak az adata, illetve a lokál backup, amely ugye nyilván a lokális Mac vagy Windows installsnak a fájrendszerébe. Köszi, Zoli, a lehető legjobb helyre tetted. Namaste. Szóval igen, és akkor van egy olyan állat, hogy ezt azért tettem zárójelbe, ezt a Local Direct Access to Sandboxes, egy dolgot, hogy egy alkalmazásban, hogyha fejlesztők akarják, akkor ki tudják nyitni a sandboxnak egy részét a megbízhatónak tekintett iTunes vagy Windows instanszok felé, de akkor is csak egy bizonyos részét érhetik el a sandboxnak. Na, itt milyen jellegű problémák szoktak lenni? Tehát például tipikus problémák az, amikor valamilyen szenzitív adat van csak úgy belementve a sandboxba. Tehát ez lehet jelszó, valamilyen API token, privát kulcs, jelszó hash, bármi ilyesmi, ez már önmagával, hogyha egy ilyen típusú adat belekerül a sandboxba, az nem túl jó. Aztán van még egy érdekes kérdés, amikor az alkalmazásnak a állapota, az bele van serializálva a NS User Defaults pont, nem ez a neve, csak ez a User Defaults, ez egy plist, olyan, mint Androidnál a Shared Preferences, nagyjából jön arra jó, hogy az alkalmazás által perzisztálni kívánt adatokat tudjuk benne tartani, mert mindjárt mutatok egy példát, hogy mik szoktak benne lenni. Most ha például ebben a plistben, ez csak egy XML file, csak Apple-nél nyilván ez is meg van tekerve. Szóval alapvetően az a kérdés, hogyha ebben a plistben lehet olyat csinálni, hogy valamit átírunk valami másra, és akkor az alkalmazás mondjuk úgy érzékeli, hogy a user be van lépve, vagy nincs belépve. Esetleg, hogyha nagyon naív az alkalmazás, akkor itt tárolja azt, hogy hányszor rontott el a user a jelszavát. Láttunk ilyet is. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy semmi biztonsághoz kapcsolódó dolgot nem lenne szabad tárolni ebben a frameworkben. Egyébként, ha mindenképpen kell, akkor inkább a keychain-t javasolt tárolni, amiről most pont nem beszéltünk, de ez egy fontos dolog a iOS biztonság szempontjából. Akkor hoztam egy pár példát, hogy mik szoknak itt elrontva lenni. Ez egy nagyon régi és nagyon klasszikus példa, ez a Bitter nevű Bitcoin wallet alkalmazás, ami gyakorlatilag, amikor a user beállítja, hogy kérjen PIN kódot a elinduláshoz, az gyakorlatilag egy darab bejegyzi, egy darab flagbit ebben a user defaults nevű plist file-ban, amit az ember átír, akkor ki tudja kerülni ezt a lokális PIN-t, ami nem feltétlenül szerencsés egy Bitcoin alkalmazásnál. Jó, nagyon gyorsan beszéljünk egy másik témáról, ami elő szokott jönni.
ami a hálózati dolgoknak a része. Tehát, hogy a Apple-nél, meg a Google-nél is, meg most, ha már itt vagyunk, beszélni mind a kettőről, tehát mind a két platformon a TLS, meg a mondjuk akkor SSRD-m is, már TLS-nek igyekszem hívni, mert inkább TLS a neve. Szóval, hogy a TLS biztonsági beállítások, azok nagyon-nagyon fontos építőkövei a platform általános biztonsági dolgainak. És mindegyiknél megvan a maga neve, maga framework, hogy hogyan lehet ezt kezelni, majd a Androidnál is fogunk beszélni róla. Mindenesetre az Apple-nél ezt úgy hívják, hogy ATS, vagy App Transport Security, ami azt jelenti ezt a három dolgot. Alapvetően az, hogy alkalmazás nem alkalmazásként, ha te publikálni akarod az App Store-ba, akkor ez egy check item, vagy mi ez, ellenőrzött dolog a beküldött alkalmazásban, hogy akar-e például plain text módon kommunikálni. Nyilván alapvetően nem lehet, tehát alapvetően tilos ilyet. Van pár kivétel, azt majd következő szlájdon megmondom, hogy micsodát. Alapvetően egészen jól át van gondolva, tehát hogyha olyan esetben akarnál esetleg fejlesztőként plain text módon kommunikálni, ami nincs benne a kivételek között, akkor valószínűleg te ülsz fordítva valóban. Minden esetre van egyébként egy pár előírás arra vonatkozóan, hogy ne csak a kliens akarjon enkriptáltan kommunikálni, hanem hogy a szerver oldalra is vannak követelmények, hogy milyen típusú ciphereket szabad engedélyeznie csak, illetve a tanúsítványra vonatkozóan is van egy pár előírás. Tehát az a lényeg, most a konkrét előírások azok szinte lényegtelenek. Az kell, hogy az összes iOS-es alkalmazás, ami kint van az App Store-ban, az például tud Perfect Forward Secrecy-t, mert muszáj nekik, mert különben nem kerültek volna ki. És ez azt jelenti, hogy vagy a TLS 1.2-t tudják a szerver oldal és az alkalmazás, vagy pedig, és csak azokat a ciphereket engedélyezik, amik tudnak PFS-t, vagy TLS 1.3-at használnak, amiben már alapból csak olyan cypherek vannak, amik tudnak PFS-t. Jó, na ez a három dolog, amiről beszéltem, hogy egy alkalmazás mikor kaphat felmentést az ATS követelményei alól. Gyakorlatilag ez a három leírás, tehát például nekem volt szerencsém dolgozni egy olyan projektben, ahol ilyen smart home eszközökhöz akartunk csatlakozni mobilapból, és ezeknek jelentős része annyira kis kapacitással meg áramfelvétellel bírt, hogy például SSL-t meg titkosítást már alapból nem tudtak, és akkor annyi volt, le kellett szép ékes angolsággal írni, hogy srácok, az a use case hogy, és akkor egy mint a fél oldalban leírtuk, hogy mi volt a követelmény, és akkor azt mondták, hogy approved, és akkor az ott kapott egy olyan flaget a konfigurációs profilba, hogy engedélyezve volt annak az alkalmazásnak, hogy plain text módon beszélgessen belső hálózati végpontokkal. Jó. Igen. Jó. Cert-pinning. Ki az, aki tudja, mi az, hogy cert-pinning? Jó, akkor ez egy fontos dolog, bár még nem akartam erről ennyit beszélni. Tehát, hogy ez, amikor megnézünk egy valamilyen alkalmazást, mondjuk például ezt. Tehát, na, tanúsítvány megtekinti, még kezdje ennyit tornázni. Na, szóval úgy néz ki a dolog, hogy ez egy tanúsítvány, ami jelenleg ennek az OWASP-os oldalnak a részén van, ezt már mindjárt mondom, hogy miért hoztam ide. De az a lényeg, hogy van egy tanúsítvány kiadó, egy CA, aminek nagyon hosszú a tipikusan a tanúsítványának az élettartama, az most 25 év. Akkor van egy olyan, amelyiknek csak 4 év, tehát egy kicsit rövidebb, ez egy intermediate CA-nak nevezett állat, és ez pedig gyakorlatilag az a tanúsítvány kiadó, ami konkrétan ennek a szervernek a tanúsítványát kiállította. Tehát ennek van egy ilyen szép hierarchiája, és amikor tanúsítványokat ellenőrzünk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy megnézzük sok egyéb mellett, hogy a tanúsítványunk, amit a szerverünk ad a kliensünknek, az ki van-e, alá van írva egy megbízható tanúsítvány kiadó által. Ha alá van írva, akkor az egy oké, ha meg nincs, akkor nyilván problémát jelent. Viszont az egész dolognak a veleje az, hogy minden tanúsítvány kiadó aláírhat minden doménre. Tehát ez egy nagyon fontos alapépítőkövé ennek a PKI, vagy X509, vagy sokféle neve van ennek az egész TLS tanúsítványos világnak. Na most ezzel az a probléma, hogy mi van akkor, ha egy célját megdöntenek. Tehát ha megnézitek, egyébként van az Apple oldalán egy ilyen revoke CA
oldal. Ez egy ilyen szégyenfal a tanúsítvány kiadóknak. Mindegyikhez van egy történet, hogy miért. Tehát a legelső, ami nagyon nagy hírnevet kapott, ez a DigiNotar nevű holland tanúsítványkiadó cég. Volt a Darknet Diaries-nek az egyik első epizódjában, van is szó róla, hogyha érnek titeket, akkor keresétek meg. Na most ebben a konkrét sztoriban ugye az a nehéz, hogy hát sejthető, hogy iráni kötődésű hackerek voltak, akik megdöntötték ezt a holland célját, és ellopták a privát kulcsot, amivel tanúsítványokat tudtak kiállítani. Ugyanis az iráni felhasználók számára állítottak ki Gmail-es, YouTube-os, Twitter-es és egyéb tanúsítványokat ezzel a céljával. És nyilván ugye ezzel az a kegyetlen, hogy ha a tanúsítványt megfelelően állították ki, akkor minden böngészővel, meg minden kliens el kell, hogy fogadja, ugyanis egy legitim CA állítja ki. És akkor ott derült ki, hogy ez egy, hogy valami csúnyaság van a dologban, hogy a Google Chrome nem hajlandó semmilyen más tanúsítványt elfogadni, csak a Google saját tanúsítvány kiadója által kiadott dolgokat. Tehát ez a Chrome-ba bele van égetve. És illetve ki lehet belőle piszkálni, tehát meg lehet ezt oldani, hogy ne legyen, de alapból ha Chrome-ot használtok, akkor nem fog semmilyen más tanúsítványt elfogadni a Google-hoz kötődő oldalakon, csak amit a Google használ. És akkor ugye igen, nem csak ugye a Chrome-hoz hazatelefonált a iráni Chrome instanszok a Google-nek, hogy srácok, itt diginotáros tanúsítványokat látunk a Google-os oldalakon, és ez nem túl jó. És a Google írta a diginotárnak, hogy sziasztok fiúk, hát mi van? Hát ez így hogy? És akkor utána némi nyomozás eredményeképpen derült ki, hogy mi történt, és vissza is vonták a DigiNotárt, pedig pár nappal később földbe is állt, ugyanis mint CA gyakorlatilag kompromittálódott. Na, de a Certificate Pinning visszatérve, az pontosan erre a problémára jelent megoldást, ugyanis ez azt jelenti, hogy ha van egy mobil alkalmazásunk, akkor elő tudjuk írni neki azt, hogy bár elfogadná a oprendszer, meg maga a TLS kliens azt a tanúsítványt, amit kap, ha az nem a megfelelő CA által van kiállítva, akkor nem érdekel, akkor nem csatlakozunk tovább hozzá. Tehát ez ugye elvileg biztonságot nyújt olyan esetekben, amikor mondjuk van egy olyan támadó, akinek van egy CA-hoz tartozó privát kulcsa, amivel tetszőleges tanúsítványt tud kiállítani, és hiába lenne jó minden szempontból az a tanúsítvány, amit kiállít, mi nem azt a tanúsítványt keresünk, vagy nem azt a célját keresünk a tanúsítványláncban, emiatt meg tudjuk tenni azt, hogy nem csatlakozunk hozzá. Most a CERPNing az egy nagyon fontos dolog a mobil alkalmazások életében, tehát itt például az iOS-en, tehát ez a Android-nál is, még iOS-nél is volt ez a dolog, hogy azért nagyon sokszor problémás volt az, hogy a adott alkalmazásban hogy lehet ezt implementálni, hogy te mondjuk alkalmazásból hozzá akarsz férni a szerver oldali tanúsítványnak mondjuk a fingerprintjéhez, vagy ezekhez a dolgokhoz. És szerencsére most már a Androidon is, meg iOS-on is viszonylag kultúráltan vannak ezek megoldva, tehát most már nem kell szerencsére tornázni a kódban, hogy te manuálisan tanúsítványokat parszoljál egy ételrendelő alkalmazásban, ami lássuk be, hogy ez egy kicsit más komplexitás. Van ez az NS App Transport Security nevű kulcs, ez az alkalmazásnak az info plistjéből van kiszedve, és van egy ilyen nagyon speciális Apple által javasolt script, aminek adsz egy PEM tanúsítványt, és akkor kiköpi ezt a fingerprintet, amit ide bele kell pattintani az alkalmazásba, és innentől kezdve az alkalmazás már nem akar semmilyen más tanúsítványt elfogadni, csak azt, amik legitimen az adott végponthoz tartozik. Ez egy nagyon fontos dolog. Jó, itt csináltam még egy pár dolgot, csak az a baj, hogy annyira sok mindenről beszéltem, hogy ezt most így ugorjuk át, ezt a deep linkinges részt, és térjünk át az Androidra. Jellemző, hogy 28-27 szlájdot csináltam a iOS-re, és van még sok Androidra. De nem, ez már könnyebb lesz, mert itt nagyon sok dolgot elmondtam. Jó. Igen, nem. Mielőtt, akkor legyen már a demók istenében, meg meginvokáltuk a felemelkedett mestereket, úgyhogy demo time. Kivágja ezt az IGF, vagy I Grapefruit nevű állatot? Ki az, aki próbálta már? Jó, páran szívtak már vele. Imádom a Node.js-t, mondtam már. Főleg, amikor több verziót akarsz a gépeden tartani. Na. Tehát az IGF az egy olyan állat, amivel elvileg lehet olyat csinálni, hogy igen, hogy itt van az én kis
mobiltelefonom, ez a 8-as jailbreakelt iPhone. Itt elvileg elindítom mindjárt rajta a Fridát, na, per USR, per SB, per Frida server, ez most elvileg itt futkorászik. És az a poén benne, hogy innentől kezdve, meg gyakorlatilag az összes alkalmazást, ami ezen az eszközön van, lehet frizálni, meg lehet mindenféle hókamunkát csinálni vele. És akkor például, és megmutatom nektek a, mondjuk itt tudom, melyik legyen, legyen mondjuk a Tesla app. Ez most itt szépen elindítja a háttérben. Igen, elindítja. És lényegében itt lehet nézegetni az alkalmazáshoz tartozó mindenféle dolgokat, csak meg vissza kéne hozni előtérbe, mert úgy működik. Például, na, nyilván nem működik. Jaj, de szeretlek. Jaj, de nagyon szeretlek. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ebben az alkalmazásban ez egy nagyon-nagyon jó tool, igazából messze túlmutat, hogy mit tud azon a szinten, amiről eddig beszéltünk, de minden, amit eddig mondtam, azt nagyon jól meg lehet nézni, meg lehet találni ezzel a kis tool-lal. Tehát a lényeg az, hogy kell neki egy, vagy egy jailbreakelt eszköz, amire föl tudod pattintani a Fridát, vagy ha nincsen jailbreakelt eszközöd, az se baj, mert ha hozzáférsz az alkalmazásnak a dekriptált binárisához, tehát nem abban a formában, ahogy az App Store-ból lejön, hanem egy jailbreakelt eszközön dekriptálod, és vagy nem jailbreakelt eszközön, erre lehet több dolgot is csinálni. Az a lényeg, hogyha te a saját fejlesztői certificateddel aláírod az alkalmazást, és felrakod egy nem jailbreakelt eszközre, akkor onnantól kezdve a debug interfészen keresztül a Frida már tud működni, tehát például nekem itt van ez a 13-as iPhone-on, amin a legfrissebb iOS van. Ezen is működik, hogyha rágyógyítok egy alkalmazást, amit én írtam alá. És ugyanígy működik ez az IGF-es Fridás hókamunka. Egyébként erről volt egy hacker suli, amin 5 darab résztvevő volt. Ez onnét emlékszem, hogy ez nagy óriási tűz volt, mert tél is volt, hó is volt, az Zolival azon rögtünk, hogy ez biztos, hogy nem jön senki. És 5 kemény lelke... kemény 5 lelkes vállalkozó volt, ott azt elmondtam, hogy keresitek meg a YouTube csatornánkon, ott is elmondom ezt. Jó, na, de. Következő, Android, az egy bazár ehhez képest, ez a csodálatos katedrálishoz képest, ami az iOS, ahol tudod, hogy nagyon finoman oda kell sunyogni, mert nagyon trükkösen a körülmények isteni együttállása után lehet alkalmazásokat hackelni, és hogyha sikerül összereszelni, akkor mondhatok, hogy ez aranyba öntöd a telefont, és így vigyázol rá, hogy nehogy update-elődjön, vagy bármi legyen vele. Mert ez a jailbreak-el telefon, ami működik, ez egy nagyon drága dolog, bárki, aki tesztelt már, vagy próbált már pénzt keresni abból, hogy iOS-os alkalmazásokat hackel, annak egyre gyűlnek otthon a jailbreak-el eszközei, mert hogyha már egyszer működik, akkor inkább veszed egy újat, de nem rontod el, nem frissíted. Tehát nekem van egy 13.3-as iPad-em, ami ez. Akkor van egy régi 14-es iOS-en futó SM, van ez a tudsz, ez egy 16-os, és ennyi, jelenleg itt tartunk. Ez egy ilyen nagyon vidám dolog, de egyébként, hogyha most akartok esetleg iOS-en hackelni, akkor most kell venni 8-as iPhone-t, ugyanis azt hiszem, hogy a legújabb verzió az még nem jailbreakelhető, de valószínű, hogy ugye most nincs nem lesz 17-es verzió a 8-asra, azt nem fogják kihozni. Tehát most a 16-ost azt még toldozzák, fódozzák, de előbb-utóbb csak engedik. És akkor onnantól kezdve az lesz egy olyan telefonod, amin a legfrissebb 16-os iOS az jailbreakelhető. Hogy jailbreakelhető-e vagy sem, azt meg annyit lehet megtudni, hogy van ez a iPhone Wiki Jailbreak nevű oldal. Aha, hogy Apple Wiki? Igen, és igen, bocsánat, ez, igen. Tehát ezen az oldalon tudjátok megnézni, és akkor itt vannak a device-ok, most a 8-as nézzük, iPhone 12 Pro Max, nem, 6-es, ez az. A 16-7-7, hát ez király, akkor gyakorlatilag
Tehát a legújabb iOS-t is lehet már jailbreakelni. Ez nagyon jó. Ez király. Tehát, hogyha akartok esetleg iPhone-t hackelni, vagy iOS-os appokkal nyűnyögni, akkor most kell venni az araboknál. Egy tank benzin áraért meg gyakorlatilag lehet venni egy iPhone 8-ast. Jó, na, beszéljünk az Androidról. Igen, tehát Android alapvetően teljesen más megközelítést használ nagyon sok szempontból, mint az iOS. Ugyanis nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy szabadság legyen. Tehát, hogy nincsenek ilyen jellegű megkötések, meg követelmények, hogy például a hardvergyártókra nézve sincs olyan nagyon szoros megkötés, hogy mi az, amit bele kell tenni egy eszközbe, meg milyen minőségűnek kell lenni az adott dolognak, amit beleraknak hardware szinten egy eszközbe. Ugyanígy nincs központosítva az, hogy mikor, milyen eszközre, milyen oprendszer verziót lehet telepíteni. Gyakorlatilag a usereknek is rengeteg döntési és választási lehetőséget ad, hogy milyen biztonsági feature-öket kapcsolnak be, kapcsolnak ki. iOS-en nem nagyon van ilyen, tehát te max azt tudod neki megmondani, hogy akarsz-e PIN kódot vagy nem. De azért is nagyon kell tornázni, és például, hogyha nincs PIN kódod, akkor se Touch ID-d, se Face ID-d nem lesz. Szóval valószínű, hogy lesz PIN kódod. Igen, és az Android meg ugye az abban is különbözik, hogy például meg tudod neki mondani, hogy akarsz-e third party alkalmazásokat telepíteni, hogy van ugye a settings-ben egy ilyen checkbox, hogy unknown sources, nem tudom magyarul mi, vagy melyik vendornak éppen mi a neve ebben a tekintetben. Ugyanígy például full deskriptót akarsz-e vagy sem, hogy iOS-en ilyen jellegű döntési lehetőségek nincsenek. Na, lássunk androidos leteket, hogy mik azok a problémák, mik azok a veszélyek, amik fenyegetnek egy androidos alkalmazást és a benne tárolt adatokat. Ugye a legelső dolog az, hogy itt vannak a userek, akik régi eszközöket használnak nagyon nem biztonságos módon, tehát ezt ismerjük, hogy negyedik Béla korában megvásárolt androidos eszköz, gyakorlatilag nem frissítette a user, mert hogy működik. Egyébként miért is frissítette volna, mert tulajdonképpen működött eddig is. Tehát értem ezt a szemszöget, amivel nézve ez egy tök valid ért. Minden esetre van egy csomó olyan dolog, amit kézzel a user ki tud kapcsolni. Aztán mi van akkor, hogyha ellopják a userünknek az eszközét? Tehát nyilván, amikor valamiféle alkalmazást akarunk szekurizálni, mondjuk így, vagy tervezünk, tehát ez az a rész, amikor még egy kapavágás se esett, tehát hogy még nem is indítottuk el az Android stúdió, de már agyalunk azon, hogy mit kéne az alkalmazásnak tudnia, mit kéne csinálni, akkor általában ez egy nagyon izgalmas és szinte véget nem érő parttalan beszélgetések sokaságát jelenti, hogy akkor melyik Android verziót akarjuk támogatni, milyen eszközöket akarunk támogatni, és amit a jelenlévők közül többen tudnának erről rengeteget beszélni, hogy ez mennyire nehéz. Pont minden esetre, igen, a androidos világban a platformnak a fragmentáltsága vagy töredezettsége mellett egy nagyon fontos támadási vektor a malware. Mert egy Androidon van malware, bőven, tehát több milliárd minta keletkezik naponta. És jó, ezeknek a 99%-a hulladék, de mert ugye gépileg generálják őket, és okádják meg, próbálják teríteni. Mindenesetre vannak viszont olyan malverek, amik azért ment kalória, és általában, amikor valamiféle olyan alkalmazást akarunk csinálni, ami érzékenyebb adatokkal dolgozik, mondjuk banktitkokkal, vagy mit tudom, egészségügyi adatok, esetleg Bitcoin wallet, vagy egyéb kriptó alkalmazásokhoz tartozó dolgok, ott azért ezeket nagyon figyelembe kell venni. Jó, így van. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés, én most nagyon sokat nem akarok beszélni róla, hogy a Google meg a hardware gyártóknak az érdekei alapvetően ellentétesek. Tehát a Google azt szeretné, hogy minél biztonságosabb szoftver tudjon gyártani. Ugye a hardware gyártók meg minél olcsóbban akarnak hardware gyártani, és ez a kettő ez sok szempontból üti egymást. Például itt nincs Secure Enclave. Tehát, hogy itt ez egy olyan dolog, hogy egy csomó olyan dolgot kell csinálni, ami kriptó, viszont nincs hozzá, vagy nem feltétlenül van hozzá specializált kriptókonténer. Tehát, hogy az van, hogy nyilván szoftverben mindent meg tudunk csinálni, tehát a fő alkalmazás processzor az mindent elbír. Tehát most már újabban még a full deskriptót is lehet a fő processzoron futtatni, mert ugye ez régen volt komolyabb issue, amikor mondjuk Samsung Galaxy S2, S3 időszakában, amikor még annyira nem voltak combosak azok a procik, amiket beleraktak ezekbe a telukba, hogy a full deskriptónak a kiszolgálása az komolyan lecsökkentette a telefonnak az üzemidejét. Na, és ugye az a probléma ezzel az egésszel, hogy van rengeteg olyan biztonsági feature, ami papíron nagyon jó hangzik, tehát például a
Face ID, most hadd nevezem Face ID-nak az androidos kamerákat is, egész egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy miről van szó. Tehát pont a Balázs csinált erről egy nagyon jó kis kutatást, meg vele beszélgettünk erről, hogy az, hogy az eszközödben van egy olyan kamera, ami alkalmas arra, hogy kinyissa a képernyőt, meg hogy mint screen lockként működjön, az nem jelenti azt, hogy a kamera az jó arra, hogy például kriptográfiai célokra is felhasználd. Tehát ez egy nagyon trükkös dolog, mert ugye iOS-en ilyen nincs, tehát ott az van, hogy van Face ID-d, az a keychain-hez hozzá van kötve, ott van a Secure Enclave is kész, és az minden eszközt alapból tudja. Androidon már még külön kell tornázni, az, mi van, hogyha valami hitvány minőségű kameraszenzor van beépítve, ami mondjuk az, hogy arra jó, hogy kinyisd a képernyőt, de mondjuk ennél komolyabb biztonsági funkciókat ne várjunk tőle. Tehát ez egy izgi kérdés. Na, itt van az részünk, hogy nagyokat fogunk ugrani, ezt most megígérem. Zoli egyre gusztább pizzákat pakol fel az asztalra. Szóval adattárolás Androidon. Tehát ugye, amiről beszélgettünk a telepítőben, az itt is van. Ott egy kérdés, végre, igen? Igen, tehát az volt a kérdés, vagy inkább hozzászólás, hogy Android óta, Android 9 óta kötelező a Disk Encryption. Igen, csak rengeteg alkalmazás, ugye nem támogatja a 9. Vagy nem, nincs ilyen forszó, vagy legalább... Micsoda? Másrészt nem tudtam. Ezt jó, hogy mondod. Mert ugye ez egy ilyen véget nem érő partalannyi üdlődés volt, hogy akkor most hol van full descriptum, meg hol nincs. Most nyilván az újabb eszközökben már van. Tehát, hogy sőt, a legtöbben most már kriptócsip is van. Sőt, a Google ráadásul előhozott egy leírást arról, hogy milyen specifikációnak kéne megfelelni az eszközökbe született kriptócsipnek. És az érdekes beszélgetés volt, teszteltünk egy kriptovalet appot, ami Androidra is kijött, és akkor az volt az egyik központi finding, hogy gyakorlatilag minden kriptovarázslás, ami a saját coint működtető elliptikus görbét illeti, az a fő alkalmazás processzoron keresztül megy. És ugye volt egy írgalmatlan kulcs, amit te Fridával ki tudtál piszkálni a fő alkalmazásnak a memória területéből, és akkor nyilván ezt hoztuk issuként, hogy de hát álljunk meg, tehát hogy ez alkalmazás nem igazán tesz meg mindent azért, hogy a usernek a rendkívül érzékeny kriptográfiai kulcsai biztonságban legyenek. És akkor volt egy telefonhívásunk a teszt végén az ügyféllel, és akkor egyébként tök jó volt, mert az nekem nagyon sokat adott az a beszélgetés, mert egy csávó, aki ott a fő crypto engineer volt, mondta, hogy tök igazunk van, ez tényleg gáz, ezt ők is látják, hogy gáz, de az a baj, hogy gyakorlatilag egyrészt nem tudjuk azt, hogy minden user, aki az alkalmazásunkat fogja futtatni, olyan eszközön fogja futtatni, amiben van-e ilyen kriptó cucc, egy, kettő, még ha van is, a specifikációban pont azt a görbét nem támogatja a cucc, úgyhogy gyakorlatilag vagy azt csináljuk, hogy valami óriási varázslást csinálunk, hogy valami olyan kulcsra titkosítjuk a görbéhez tartozó paramétereket, amit már az adott kriptoegység tud használni, vagy pedig azt mondjuk, hogy elengedjük az egészet, és majd egyszer, amikor egy jobb világban fogunk fölébredni, akkor ezt implementáljuk, és akkor ők azt választották, hogy a utóbbi. Igen? Igen, igen. Na, jó, tehát itt most csak, hogy meg is legyen a felvétel, tehát a Balázs arról beszélt, hogy utána túrt annak, hogy kriptócsip szempontból melyik telefonmodell hogyan áll, és egyrészt az van, hogy nem nagyon van erről információ, tehát nincs egy ilyen nagy táblázat, ahol mondjuk gyártó alapján lehetne keresni, hogy miben van, meg miben nincs, és melyik mit tud. Ehelyett, amit biztosan tudunk, hogy a 3-as Pixel? Pixel 3 óta van ez a hardware-es kripto unit, meg egy-két Samsungos flagship telefonban benne van, egyébként meg itt Solana Phone, nem is hallottam róla. Szóval ugye ebből a háromban van hardware-es kriptócsip, a többiek meg kummognak, mert valamit hazudnak, hogy van bennük, vagy nincs. Jó, na menjünk tovább.
Sandbox az Androidban. Beszéltünk ugye arról, hogy iOS-ben a Sandbox hogy néz ki. Androidban nagyon hasonló problémák tudnak lenni. Viszont az Android szempontjából az egy nehezebb dolog, hogy alapvetően a backupok azok sokkal liberálisabbak, mint iOS-en. Tehát ugye egyrészt ott van az, hogy amikor az ember csinál egy backupot, akkor az belekerül a Google Drive-jába. Tehát azt, ez a következő tudsz. Itt van egy, ez nem nagyon van linkelve egyébként, tehát nem tudsz linkekkel elkattintani ide, de ez a Drive Google Compare per Drive per U per 0 per Backups, ez az URL, és akkor ez meg fogja mondani, hogy a Google accountodhoz milyen eszköz backupok tartoznak, és le is lehet tölteni, és ezt ki is lehet csomagolni, tehát egy érdekes játék. Viszont ugye amikor backupokról beszélünk, akkor van három különböző policy, különböző, attól függ, hogy melyik verziói Androidról beszélgetünk, amivel meg lehet határozni, hogy milyen típusú adatok kerülhetnek bele a backupba, és mik azok, amik nem. Tehát az első, az volt a hagyományos allow backup true-false, ami gyakorlatilag pontosan ennyit tudott, hogy ha azt mondtad, hogy true, akkor fölpumpálta, a false, akkor nem tudjuk, hogy mit csinált egyébként, ez egy érdekes dolog volt, amikor akkor is ezt, azt, akkor is fölmentett. Egyébként van egy ilyen demystifying the Android allow backup, van egy ilyen blog post, egy csávó erről írt végtelen sokat, hogy elkezdte tesztelgetni, hogy ez pontosan mit csinál, amikor ez van kapcsolva. Na most ez eddig egyszerű volt, és nagyon könnyen használható, ezért Google felturbozta, és most volt, jött a következő, ez az data extraction, nem, jött a full backup content, talán az volt a második framework, ez azt mondom a 9-es, 10-es Androidban van, és ez gyakorlatilag ilyen szabályokat mond, hogy melyik fájlt, mikor, milyen helyre engeded ki az eszközről, amikor backupolódik. Ez két verziót élt ez a framework, azóta van egy harmadik, ami ez a Data Extraction Rules, ami egy még nagyobb állat, és gyakorlatilag ugyanazt tudja, csak egymással nem feltétlenül kompatibilisek, és hogyha ez mindig van, ha ezt az első az mindig van, a másodikat, ha implementálod, akkor a harmadikat is kell. Nem tudjuk, hogy miért, de ez van. Tehát, hogy ez egy ilyen izgis játék, tehát, hogy amikor alkalmazásokat tesztelgetünk, akkor ez egy izgi kérdés, hogy a fejlesztők megnézték-e, egyáltalán foglalkoztak-e ezzel az egész kérdéssel, és ha nem, ha igen, akkor hogyan lehet botot dugni a küllők közé. Na most nyilván ennek ugye az a végeredménye, hogy a userednek a Google accountja határozza meg az adataidnak a biztonságát. Tehát ha ő például az a cicamica 1-2-3 a jelszó, úgyhogy nincsen kétfaktoros autentikáció, az gond nélkül lehet, mert ugye a Google-nél nincsen forszolva a 2FA. Éppen ezért onnantól kezdve ez egy izgi kérdés, hogy vajon mi történik egy alkalmazásnak a biztonsági értékes adataival. Tehát ne járjatok úgy, mint a Versace Bedouin. Ezt nem tudom, ki volt itt a múltkor, amikor Zoli a kriptoszkenekről beszélt. Amikor a Dropboxra feltöltötték a 1000 kriptovaletnek a privát kulcsát. Okos. Na, data storage. Androidon van ugye, amiről eddig beszéltünk, a internal storage. Aztán van egy external storage, ami hagyományosan a per SD kártra volt felmontva, most már nem feltétlenül oda van. De az a lényeg, hogy ez egy world readable, world writable hely, tehát gyakorlatilag az a poén menne, hogy bármit fölteszel ide, azt mondjuk egy adott esetben egy malware, aminek van ilyen joga, hogy ezeket olvasgassa, azt nyilván ne fogja tudni olvasni. És akkor ugye az a poén az egészben, hogy ezt a feature-t ezt nagyon-nagyon szépen abuzálták, nem csak malverek, hanem például a adatgyűjtő SDK-t, tehát hogy például a Facebook SDK-t csinált egy időben azt, hogy az alkalmazás, amiben bele volt gyógyítva, neki az alkalmazás hozzáfért például a external storage-hoz, akkor a Analytics SDK-t gyakorlatilag végignézte, milyen fájlok vannak ott, és hogy a képet talált, akkor kiparszolta a metadatát a header-ökből, és akkor tudta, hogy a user hol, mikor volt. Tehát, hogy nem kellett lokáció információ, de azért lehetett tudni, hogy a userünk hol lakik, meg merre jár, meg mondjuk egy csomó egyéb dolgot lehetett csinálni. Igen, ez egy nagyon vidám dolog, ez az androidos malverek hogyan próbálták kikerülni a különféle permission-ök által jelentett problémát, vagy korlátokat, amit fogunk mi pár dolgot mondani. Na, de az a lényeg, hogy most ez meg fog változni. A 10-es Androidban behozták ezt a Scoped Storage nevű mókát, ami arról szól, hogy nem file nevet kell megadni ahhoz, hogy egy filehoz hozzáférj az external storage-on,
hanem van egy ilyen rendszer által biztosított content provider, amit meg lehet kérni, hogy adjál nekem zenéket, adjál nekem videókat, adjál nekem képeket, meg adjál nekem, nem tudom, van pár, van egy szigorú meghatározott körű, szóval 3 vagy 4 elemből álló lista, amit lehet kérni tőle. És akkor az van, hogyha te az alkalmazásokból mondjuk a usernek a fényképeihez akarsz hozzáférni, akkor nem file neveket fogsz kapni, hanem közvetlenül ezt a content provider tudod hívogatni, és akkor a content provider fog neked metadatától megfosztott képeket adni. És akkor ezt onnét lehet látni a user oldalról, hogy ki tudod választani, hogy az alkalmazásod melyik képekhez férjen hozzá. Tehát ez működésben onnét látszik. Jó, na, Android TLS, ugyanaz, amit elmondtam az iOS-nél, ugyanúgy van, tehát a C-t tudjuk pinelni, meg SSL, meg tanúsítani kiadott, minden ilyesmi. Na most Androidnál 7.0-ban következett be az a csodálatos váltás, ami 14.2-ben volt az iOS-nél, miszerint nem kellett a kódban certificate-et ellenőrizni és certificate-et parszolni, hanem gyakorlatilag a Manifest XML-be bele lehetett ágyazni egy másik XML-t, ami ezt a Network Security Config nevű framework-öt instruálta arra, hogy az adott alkalmazás milyen hálózati policy mellett hajlandó kommunikálni. És ugye most rengeteg egyéb dolgot is be lehetett rakni, tehát itt például ez konkrétan az example.com nevű doménhez tartozó certificate-eket pinneli, certificate-et pinneli ebből a bundle-be lévő my aláhúzás ca.pem nevű fájlból. És akkor ugye az van, hogy a CA-nak a publikus, vagy a CA-nak a tanúsítványát betesszük a alkalmazásnak a APK-jába, és onnantól kezdve ez így működik. De nem feltétlenül kell az egész tanúsítványt betenni, tehát a fingerprintjét is be lehet tenni. Még azt tetszik, amikor ilyen paraszt módra az egész certificate chain-t ide ebbe az XML-be így begorják, és akkor ott van egy neszetesség, ezt kell nézni. És az a jó, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ez van, mert innentől kezdve nem fejlesztőknek kell X509 certificate array objektumokat parszolgatni, és exception dobni, hogyha nem tetszik a tanúsítvány, mert ugye azelőtt az kellett, tehát ez egy nagyon vidám dolog volt, ezt nézik, hogy emberek hányféleképpen rendkel fel a certificate ellenőrzést, de hál' Istennek ez már elmúlt, tehát ez most már így okosan megvan oldva. Jó. Van még egy téma, ami elég zsibbasztó szokott lenni, amikor tréninget tartunk, ott már nagyjából ezek az arcok vannak. Szóval IPC Androidban, azért beszélek erről, mert ez nincs iOS-ben. Tehát, hogy ez egy olyan cucc, ami Android specifikus. Tehát ez egy olyan dolog, ami gyakorlatilag, amikor kitalálták a framework-ot, kitalálták az oprendszert, akkor valamiért jó ötletnek tűnt az, hogy alkalmazások így egymással is tudnak beszélgetni. Tehát, hogy egyfajta ilyen nagyon finoman cizellálható, rendkívül módon customizálható, iszonyat flexibilis, nagyon rugalmas framework-ot találtak ki arra, hogy alkalmazások egy androidos környezetben hogyan tudják egymást adatokkal bombázni, egymástól adatokat szipkázni. Na most nyilván ugye a komplexitásból általában azért rengeteg probléma is szokott jönni, és ezt majd mindjárt mondok is pár dolgot. Az első ilyen építő blokk, amit ehhez össze kell szednünk, vagy amit értenünk kell, az az, hogy az Androidnak a permissionjei hogy működnek. Tehát, hogy amikor egy adott alkalmazás szeretne valamihez hozzáférést szerezni, akkor úgy nyilván kér permission-t. Amikor a user telepíti az alkalmazást, akkor ezeket a permission-eket el kell fogadnia. Tehát ez, amit kiír a alkalmazás telepítés előtt, hogy ezek azok a permission-ek, amikre szükség lesz. Na most, amikor egy alkalmazás permission-öket használ, vagy permission-öket definiál, akkor ez a 4 vagy 5 különféle, ezeket protection levelnek hívják, ezeket a attribútumokat, és ha megnézitek a Google-nek az API oldalát, mindegyik permission-höz oda van írva, hogy mi a protection levelje. Tehát most gyakorlatilag annyit jelent, hogy például a normál permission-ök, azok olyanok, amik a user sandboxban lévő adatait, vagy az alkalmazás sandboxban lévő adatait érintik, ezek a permission-ök nem kérnek semmilyen további megerősítést. Aztán vannak a dangerous permission-ök, amik valamilyen módon privát adatokhoz férnek hozzá, mondjuk a telefonkönyvhöz, a hívás listához, lokáció információhoz, bármi ilyesmihez. Ezekhez
a usernek az approvalja kell. Tehát, hogy amikor Androidon ilyen először van, akkor megkérdezi az alkalmazás felhasználóját a loprendszer, hogy ez az app hozzá akar férni, mondjuk, nem tudom, a kontaktlistához engedjük-e, igen, nem. Aztán ezek azok ez a kettő az, ami alapból a beépített permissionekben benne van. Aztán van még, amikor egy alkalmazás saját maga definiál permissionöket, akkor van még ez a három, amit lehet használni. Tehát van a signature, ami azt jelenti, hogy csak olyan alkalmazás használhatja az adott permission-t, ami ugyanazzal a fejlesztői certifikettel van aláírva, mint az az alkalmazás, aki definiálja. Signature or system az ugyanez a műfaj, csak a signature mellé a rendszerappok is hozzáférnek az adott permissionhez. És van ez a non-signer, ez egy új, ez a 31-es API-ban jött be, amikor az van, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen fejlesztői certifikátek vagy fejlesztői identitik által adott alkalmazások klémelhetik az adott permission-t, szépen magyarul megmondva. Tehát ez gyakorlatilag olyan helyzetekben segít, amikor van egy vendorunk, aki csinál egy alkalmazást, és akkor tudja, hogy 3-4 másik vendor alkalmazásai fogják használni az ő alkalmazásához tartozó permission-t, és akkor meg tudja mondani, hogy ezeket a permission-öket hogyan ellenőrizzük, tehát gyakorlatilag föl kell sorolni ezeket a fejlesztői certifikáthoz tartozó, azt mondom, a fingerprint, nem tudom pontosan, mit kell oda beletenni a manifestbe. Jó, na, akkor következő cucc az a intent nevű műfaj lesz. Ez mindjárt majd a végén össze fog állni, hogy ez most miért beszélünk erről ennyire részletesen. Tehát az intent azt úgy lehet elképzelni, mint egy üzenetet, amivel két alkalmazás komponens beszélget egymással. Tehát lehet paramétereket is hozzátenni, lehet mondjuk egy konkrét képet is tartalmazhat, tehát nagyon sok mindent tud, de alapvetően a legfontosabb az az, hogy implicit vagy explicit. Ha implicit, akkor az azt jelenti, hogy ez broadcast. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk az összes, kiadunk egy broadcast implicit intentet, egy képpel, akkor az összes olyan alkalmazás jelentkezni fog, vagy olyan összes olyan alkalmazás föl lesz kínálva a usernek, ami mondjuk adott esetben képekkel tud bánni. És akkor a user ebből kiválasztja, hogy mit szeretne, hogy melyiket szeretné használni. Ezt Androidot használt, az biztos, hogy látta már az, amikor rengeteg alkalmazásból lehet választani, hogy mit tudom, Skype-ba képként el tudod küldeni, Viber-ben kontakthoz tudod hozzárendelni, és így tovább. Ez az implicit. Az explicit az az, amikor megmondjuk, hogy melyik alkalmazás melyik activity-éhez akarjuk célzottan elküldeni az adott dolgot. Na, és innen lesz nagyon érdekes, ugyanis egy, amikor ezt ugorjuk át, ez most igazából annyira nem is lényeges, de ugye van egy alkalmazás komponensünk, amiben azt akarjuk, hogy ő figyeljen bizonyos típusú intentekre. Tehát ő azt akarjuk egy alkalmazásban, hogy ő mondjuk például képekkel akar dolgozni. Ebben az esetben ugye exportálni kell. Tehát az, hogy most egy adott komponens az exportálva van-e vagy sem, az annyit jelent, hogy kívülről, azaz más alkalmazások által megszólítható-e vagy sem. És akkor ugye ebben rengeteg probléma szokott lenni a androidos pentestek során, mert amelyik alkalmazás ebbe a pushfind-ba belemegy, hogy ő már pedig másik androidos alkalmazások számára akar szolgáltatásokat nyújtani, ott általában ezekbe el szokta csúszni, de rengeteg a banánhéj. Például ott van az első, hogy amikor exportálunk egy komponást, hogy ha simán ki van írva, hogy exported egyelő true, akkor azt tudjuk, hogy kívülről is elérhető. Na most ebben a hókamunkában ezt úgy nevezik, hogy explicit módon exportált. Van olyan, hogy implicit módon exportált, amikor ez nincs, de ezt tudjuk, hogy exportált. Tehát, hogyha teszünk rá egy olyan dolgot, hogy ő szeretne például image-ekkel dolgozni, akkor ez automatikusan exportáltá teszi. Tehát ebből rengeteg félreértés és rengeteg nyüglődés jött. Szerencsére 14-es Androidban Google kapcsolt, és azt mondják, hogy ez iszonyat zavaró, és iszonyat, tehát ezt rengeteg-rengeteg alkalmazás elrontotta, hogy olyan alkalmazás komponenseket is exportáltá tettek, amiket nem lett volna szabad. Éppen ezért most ugye 14-es vagy a fölötti SDK-ra fordítjátok az androidos alkalmazásokat, akkor az Android Studio nyavajog, hogy az, hogy exportál van true or false, azt mindenre ki kell tenni. Tehát, hogy ez akkor legyen egyértelmű. Szerencsére, hogyha régebbi régebbi a target SDK szintje, akkor az nem feltétlenül fog sírni.
Jó, na, problémák, amik szoktak ebből az egész IPC-s hókamunkából jönni. Mondok pár dolgot. Például, amit nagyon-nagyon sok alkalmazás elront, az, hogy van egy activity, van egy olyan alkalmazás komponens, ahol mondjuk nem privilegizált, tehát az mondjuk, mit tudom én, a usernek be kell ütni a usernevét, jelszavát, stb. És onnét nagyon egyszerűen el tud navigálni egy olyan alkalmazás komponenshez, vagy olyan activity-re, ami viszont már érzékeny. Tehát anélkül, hogy bármilyen autentikációt kéne megcsinálni. Ez most általánosságban ez nagyon megfoghatatlanul hangzik, de most képzeljétek el azt, hogy volt olyan alkalmazásunk, hogy login screen, ott be tudtad írni a username jelszavad, és akkor ott mellette volt egy options menü a fogaskerék ikonnal, és ki tudtad kapcsolni az SSL ellenőrzést. Ami érdekes, de mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy bölcs, nem biztos, hogy szükséges. Tehát, hogy ezek ilyen apró dolgok is tudnak lenni. Aztán mit tudom én, showlogs menü a login képernyőn, tehát ez sokféleképpen tud elkövetve lenni. Ennek az egyik minősített esete volt ez a CVE 2013, az jó régi 6271-es Samsung, ez egy eléggé hírhet hiba, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag a lock screen-t a sebezhető androidos telefonokon ezzel az egy shell kommanddal ki lehetett kapcsolni. Tehát ez most segítek lefordítani, hogy mit, ez az Activity Manager-t jelenti, az ADB shell-ben. Azt mondjuk, hogy a settings alkalmazást akarjuk elindítani. Ezzel, ez a comAndroid settings choose log generic, ez a komponense az alkalmazásnak, amit elindítunk. Ez a --ez, ez a extra paramétereknek a hozzáadását jelenti. A z az valamire boolean-t jelenti, ezt ne kérdezzétek, hogy miért. De a lényeg az, hogy van egy confirm credentials egyenlő false, és egy integert teszünk még hozzá másik paraméternek, ez a lockScreen.passwordType pedig nulla. És akkor ugye ezt beküldtük ennek a Androidos Settings appnak, akkor eltüntette a lockScreen-t. És akkor megszűnt. De nyilván ez egy nagyon-nagyon régi hiba, ilyet már nem lehet, de ez egy ilyen típusú hiba volt, amikor gyakorlatilag egy egyszerű intenttel nagyon komoly problémákat lehetett okozni. Na, aztán egy másik probléma, az, amit itt látunk, azért nem tudom, mennyire lehet elolvasni. Itt van két activity-nk, tehát két alkalmazás komponensünk. Az egyik az a main activity. Onnét lehet látni, hogy amikor elindítjuk az alkalmazást a launcherből, akkor ez az activity indul el, hogy van egy intent action main nevű actionünk, amire hallgat, és van egy olyan kategória, hogy category.launcher. Tehát az van, hogy amikor egy androidos alkalmazást csinálsz, akkor ha ki akarsz kerülni a launcherre, akkor egy valamelyik komponensnek ezt tartalmaznia kell, mert az Android futtató környezet innét tudja, hogy az alkalmazásodat hol kell megszólítani, amikor a user rájut a fő ikonra, ami kikerül a launcherre. Most ez a fő alkalmazásunk, és mondjuk, ha ez adott esetben csinál valamit, tehát tipikusan mondjuk nagyon sok esetben az történik, hogy itt prezentálunk a usernek egy login képernyőt. Ami, hogyha sikeresen keresztül verekszi magát rajta, akkor elindítunk egy másik activity-t, amit most Secret névre hallgat, és mit látjuk, gyakorlatilag ezen nincs semmilyen védelem, meg semmi ilyesmi, tehát igazából ebben a konkrét alkalmazásban semmi nem akadályozza meg a támadónkat abban, hogy átugorja a lock screen-t azzal, hogy közvetlenül a védett activity-t indítsa el. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori hiba, ezt sokszor elront tották, most már hál' Istennek annyira nem. Most kicsit más jellegűek az alkalmazások, mint pár éve voltak, most egy csomó, tök mások a jellegzetes dizájn mintázatok. Minden esetre ezt nagyon-nagyon sokszor elkövették, hogyha közvetlenül meg lehet hívni egy szenzitív adatokkal, vagy szenzitív funkcionalitást biztosító alkalmazás komponást, akkor sok esetben bypassolni lehetett például a login képernyőt. Már ígérem, nincs sok vissza. Ez meg nem egy saját gyűjtés, ez egy Amazon Photos App nevű cucc, ez egy elég nagyot ment egyébként, ez egy komoly sebezhetőség. Tehát ez gyakorlatilag úgy működik, hogy az Amazonos fotó alkalmazás, ami hivatalos Play Store-ból letölthető verzió volt, ugye lehetővé tette azt, hogy te a képeidet
tárolt az Amazonos cloudban. És akkor ugye az, hogy ehhez volt egy app, és akkor nyilván OAuth 2-vel történt az autentikáció, tehát az gyakorlatilag úgy működik, hogy usernevet, jelszót kell küldeni, és akkor cserébe kapsz egy OAuth-os access tokent, ami egy szép hosszú random érték, és akkor azzal tudsz autentikálni a tényleges API hívásokhoz. És akkor itt volt ez a sebezhető komponens, aminek az a com Amazon Gallery Tor App Activity Tor View Activity nevű komponense. És ez ebben volt egy nagyon-nagyon komoly hiba, ami gyakorlatilag azt tette lehetővé, hogy ha kapott egy URL-t, akkor elküldte ezt az access tokent, amivel autentikált az Amazonos Cloudhoz, ehhez a tetszőleges végponthoz. Ami egy nagyon hasznos feature, például ezzel a Proof of Concept exploit-tal el tudtad küldetni a saját szerveredhez a usernek az access tokenjét. Ami nagyon hasznos volt, ugyanis mint kiderült, hogy ez volt az egyik hiba. A másik hiba az az volt, hogy gyakorlatilag ennek az access tokennek a birtokában te sokkal több mindenhez fértél hozzá, mint amihez logikusan kellett, vagy szabadott volna hozzáférned. Például lehetett olyat csinálni, ez a trend, most nem is tudom, kik találták, talán Trend Micro srácok, de nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy kicsit elkezdtek túrni, hogy mi mindent lehet csinálni ezzel az Access Token-nel az Amazonnál, és akkor rájöttek, hogy gyakorlatilag le lehet törölni a user összes adatát, és nem csak azt, hanem még a backupokat is le tudta törölni, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon jó ransomware funkcionalitást implementáltak ebben a kis alkalmazásban. Na, és igazából ennyi a vége, tehát ez most ilyen kicsit elnézést, kicsit rohanósra sikerült a vége. Most zárszóként néhány dolgot akarnék mondani, ami kicsit talán összefogja, hogy most miért is pont ezeket a dolgokat választottuk ki. Tehát egy mobilapp esetében két olyan dolog van, ami nagyon-nagyon fontos, hogy rendben legyen. Az egyik az adattárolás. Ebbe beletartozik mind a két fele az APK-ban, IPA-ban tartott adatoknak a kérdése is, meg az is, amit a sandboxban csinál, illetve a TLS kezelés az legyen oké, legyen jó. Tehát nyilván egy normálisan megírt alkalmazásnál ezek ilyen nem, ez ilyen teljes magától értetődő dolog, de amikor pentesztelünk, akkor ez az egyik első két terület, amit megnézünk az adott alkalmazásban. És akkor nyilván ugye ez többnyire azért a legtöbb alkalmazás az valami adattárolást csinál, ez szinte mindig, meg valamit hálózatról akar lehúzni. És akkor ugye itt már ezeket minden alkalmazásnál meg lehet nézni, tehát minden alkalmazást el lehet rontani. A többi, amiről beszéltem, tehát az igazából ez az intentes activity-s hókamunka itt a végén, ez inkább Android esetében értelmezett, és olyan alkalmazásoknál, amik belemennek abba, hogy ők szeretnének IPC-n keresztül megszólítva lenni, illetve ők IPC-n keresztül akarnak hívogatni alkalmazásokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha a demók istenei is akarták a segítséget, akkor még mindig vesszük fel, úgyhogy elvileg a YouTube-on is kint leszünk. Benne leszünk az internetbe. És kérdés van-e, vagy bocsánat, meddig tudunk maradni? Mert ezt kicsit túlhúztam, ezt előre is elnézést, vagy bocsánatot. 7:30-ig. Jó, akkor szuper, köszönöm szépen. Akkor mondjuk azt, hogy akkor most lecsukom a felvételt, és akkor, hogyha van kérdés, vagy bármi ilyesmi, akkor inkább majd pizzafalás közben tegyétek fel. Jó? Gyertek a Facebook csoportunkban, meg a Meetup csoportunkban, és köszönöm szépen. Zoli diszkéten lekeverte az előadót. Ja, akkor ennyi.